Micsoda remek közönség, az én nevem Gyila, az ideig az Undertale játéka folytatása. Ugye azt hiszem ez a hatodik epizód. Vágjunk is bele, itt tartottunk. És igazából nem biztos, hogy tudom, hogy most éppen mit kéne csinálni. Azt hiszem erre vissza kell mennünk. Na. Ezt kell nyomni egy Entert, mindig. Hú, de elszoktam a játéktól, olyan rég játszottam vele. Melyik volt az, mint a második, de nem akkor ugye az első. Ugye vissza kell mennünk a laboratóriumban. Nem a laboratóriumban, hanem itt egy ilyen kis... Itt van Zipper Puper. Erre kell tovább mennünk. Itt van egy puzzle, amit meg kell oldanunk. Azt hiszem, ha erre megyünk tovább. Itt már kikapcsoltuk, igen, ezt már kikapcsoltuk a lézer nyalábot. Na, ezzel kell itt szarakodni valahogy, de valamiket kétszer kell ráugrani, hogy melyik lesz, nem tudom pontosan most, megkérdezzétek. De nem tudok akkor úgy odaugrani. Lehet, nem innen kell. Aha. Tehát nem innen kell odaugranunk, hanem... Ide. Ez az! Ez csak összejött, valahogy csak összejött a dolgokat. Alphys frissített azt mondja állapotát. Uram Isten! Ez a PPL, ez nem tudom mit jelent. Szerintem ez valaki azt gondolja, Mimi 2 jobb, mint Mimi 1. Vagy meow meow 1, nem tudom. LOL! Ez egy vicc, igaz? Hát, de ezt kell tudni, Alphys. Szóval tudván, hogy a egér egy nap meghackeri a... Ja, ez már izé... computerized. Tehát egy számítógépesített széfet, és megkapja a sajtot. Elhatározással tölt el. Már komputerizált széfben van a sajt. Azt a mindenit. Nem, hogy pont el tudtuk menteni. Alphys megint frissített az állapotát. Uramisten! Aha, tehát ez a... Ha rosszul fogom most ide fordítani, azt ki fogom javítani amúgy. Feliratta. Azt mondja, hogy Uramisten, nem... nekik nem esett le, hogy... A romok, Mimi, Mau Mau, tehát ő csinálta az egészet? Nem esetleg nekik, hogy ő találta ki az egészet? Már az én Mau Mau, nem tudom azt, hogy kell mondani, kettő, ugye ilyen review, az végig is egy kritika, meg ilyen leírás, meg ilyen beszámoló. Nem jó van, baromságok-e. Na, hol vagy? Ugye az ennek kurva jó itt. Na, ez ki a faszom. Azt mondja, hé, te, állj! Te, ki vagy? Miért? Mi? Ho-ho-ho-ho! Azt mondja, hogy kaptak egy névtelen bejelentést. Vagy tippet. Egy emberről, aki ilyen csíkozott pólót hord. Azt mondták nekünk, hogy Wandering Around Hotland. Tehát, hogy itt kószálgatunk? Én tudom. Ijesztően hangzik, ha? Nos. Azt mondja, hogy csak lazulj el. Szerintem biztonságos elvisznek minket, oké? Hát... Ha? Mi az, tesó? Szerintem a póló, amit... viselnek. Mi van vele? Tesó! Ugye most nem akartok harcolni. Azt gondolod? Mit gondolok? Bummer.
Mi az a Bauer? Ezt is hirtelen nem tudom. Ez olyan, mint a... Mega embarrassing. Az embarrassing azt hiszem az azt jelenti, hogy idegesítő, hogy olyan ilyesmi. Egyébként meg kéne, hogy gyűjjenek minket. Egy minket meg kéne, hogy gyűjjenek. Na nem a Royal Guard Attack. A kurva anyátokat. Hát csekkoljuk végül is, mert ebből sokat meg lehet tudni. Azt mondja, Royal Guard member with shining polished armor. Tehát fénylő és valamilyen. Nem tudom, hogy ez polished. Mondom, a szókincsem nem a legjobb, az a baj. Team attackba akarnak nyomni, hát most... Ó, az milyen itemjeim vannak? Nem... merci, te menjetek innen. Tehát kevesebbet támadnának, vagy csak én vagyok vak? A merci miatt? Ad nekünk az a, azt a lelket, nem adom nektek! Ó, basszus! Ó, basszus! Ja, próbálkozunk a kettesnél. Hát, hogy a kettes a gyenge. A gyenge pontja az egésznek, ó, rohadjál szét. Vispereljük akkor a kettő. Royal Guard 2. Áááá, jóba vagyok. Elmondtunk neki egy izét, titkot. Király, akkor megvan, a kettessel kell izény. Hahaha. Értéken vagy öreg? Áááá, basszus, pedig olyan közel jártam. Nem baj, már tudom, mit kell csinálni. Azt mondja, hogy nem tudja, nem mire már tartani, ez túl forró. Fölvett valami izét. Ezek most elkezd féltékenykedni. Megtisztítjuk neki is. Ilyen izé vagyok. Royal Guard, de egy, nekem nem lehet megtisztítani. Akkor a másiknak hújjuk. Hey, stop that! Anyátokat, anyátok. Megint cleaneri. Vizsgálj csak meddig tudjuk. Addig, hogy ő már nem is támad minket. Ez nagyon király. Szerintem tovább üzéljük. Most az egyessel kéne valamit kezdeni. Ez de szép volt. Elmondod neki se viccet. What? Együtt érzek veletek, srácok? Mi van egy hotdogom? Dude! Tesó! Én nem. Én nem, nem tudja ezt tovább csinálni. Nem így. Én szeretek, tesó. Ahogy harcolsz, ahogy beszélsz, na mentek te a faszomba, mi ez-e? Szeretek csapatba támadni veled. Beszarok. Szeretek itt állni veled. Bouncing and waving our... Tehát, hogy... Ezt majd lefordítom, nem tudom most pontosan, hogy mi. Szerintem ez az, hogy ugye így a waving, ugye, hogy kardot volt vívni, meg ilyen izék. Így akar maradni örökké. És gondolj bele, hogyha kinyírtuk volna őket. Nézzük, ő mit mond. I gotcha, bro. 0-1. Yeah, igen, igen, tesó. De ha akarnál... Egy kis... Igen, egy kis fagyit. Ezután? Persze, tesó. Ha. Megcsináltam, és nem nyitom ki őket, gecs, megcsináltam az elsőt. És gondolj bele, kinyírod őket, ők pedig csak izék. Ennyit vannak. 100 aranyat kaptam ezért. Hú, gyors, beelmentjük.
Igen, erre. Ó, de király! Igen, ez. Körülbelül a harmadik próbálkozása sikerült, mert másodjára jöttem rá arra, hogy a kettessel kell szarakodni. De sikerült, én most nagyon örülök. Áfis, ti takarod az internetről, bazd meg. Ops, wait. Igen, hogy megyünk mi, arra kíváncsi. Azt mondja, a top 10 show, műsor ugye, ami segít elfeledkezni a szörnyű munkádról. Áfis, neked nincs is munkád, hagyjad már magad. Na most hol a tökönben vagyunk? Na, valaki hív. Oké, visszatértem. Még egy sötét szoba, ha? Ne aggódj. Igen, hogy meghackelj nekünk a rendszer. Ó, nem már! Tényleg én is ezt kérdem. Komolyak vagytok? Aj. Ó, igen! Szép estét, szépségek. Szépségeim. És gentle beauty, és... Szépség, uraim! Ez a Metaton. Igen, az élő show, ez new hírek. Szóval mondja, egy érdekes szituációhez... Érdekes szituáció van Eastern Hotlandben. Szerencsére... Ja, hogy mi vagyunk a riporterek. Azt mondja, hogy Brave Correspondent, szerintem az ilyen munkatársok ám akar lenni, bátor. Találjunk valami... A tizen néznek minket, azt a mindegy. Hát öreg... Szia, gász, jó? Itt egy izé, basketball! Igen, ez az. Mi nem játszottok velük? Ezt hordani kell? Kell nekünk orb? Minek neked az orb? Riportoljuk ezt. Azt mondja, hogy figyelem, itt egy izé... Talált egy... Igen, figyelem, nézők, találtunk egy izé... Basketballt, izé... Kosárlabdát. Ó, kosárlabda. Azt mondja, a körök... Circles of Fun. A fan a szó is lehet lefordítani, hogy arra, hogy ezeket majd lefordítom. Csak mondani, nem tudom. És így, amiket nem tudok így hirtelen lefordítani, azokat majd el is átfolytom, és ki fogom írni. Ezzel nem kéne játszanunk. Jó, tudjuk, fölfogtuk. Jó van, használnak kell, hogy kinézni az a labda, nem játszottunk vele, megkaptuk, jó. Amint láthatod, jó, ezt sem értem, ez is lesz fordítva. Várjunk egy pillanatot. Ez nem egy kosárlabda, akkor mi? Na ne csináld majd, ez egy bomba. Azt mondja, ez a sport jelentés elég rövidbe fordult, mert véget ért, mint hát a felrobbant. Mondja, ne legyél túl izgatott. Milyen látod a stop a többi részét? Hát igaz? Oh my... Oh. Azt mondja, hogy minden ebben a szobában... vagy részben... Bomba! A kutya egy bomba! Az ajándék egy bomba! Még a szavak is bombák! Na ne már! Azt mondja, nem deaktiváljuk ugye az bombákat. Ez a nagy bomba föl fog robbantani ezeket a téglákat. 2 percen belül. És akkor nem jelent ez többé élőt. Élőbe. Élve. Többet. Milyen szörnyű, igen. 9 nézünk pedig.
Ich meine, die Folge erst nie lesen. Ich meine, die Folge lesen, ja. Sok szerencsét, úristen. Mi a tökömet kéne csinálni, professzor? Ne aggódjál. Van egy bomba. Ó, oh, hatástalanító program a telefonunkba. Amikor a defuse zomba van, akkor használjuk. Ó, azt a kurva. Defuse! Ó, ez kurva gyenge volt. Nem, megvan. Jó van, de akkor ne izé! Jó, baszki. Megvagy. Ennyi, ez is megvan! Már csak a... Ilyet lehet nem, de megvan ez is. Megvan. És már ez van. Ó, gyere ide! Jó, hogy ezek itt menekülnek a kis köcsögök. Az fasza. Hol vannak a szavak? Jó, nyugi. Ez most komoly. Így a szavak is, geci. Na. Jó, fölfogtam, csak kurva nehéz öreg. Ó, bazd meg. Ez az! Hát ez nem fog sikerülni. Hát ez hogy sikerülhetne? Hát nézd meg, hogy izél ez. Normálisak vagytok? Esetleg még ez... Ez sikerül, igen. A center, I'm using field strap to glass water. Oké, menjünk azt mondja a központba. Ez az. Azt a kurva. Na mi van? Nem áll. Azt mondja, hogy elbuktunk. Föl fog robbanni. Készen állnak nézé. Eljött a moment, a pillanat, amire mindannyian váltunk. Szavasz. Hogy most komoly nem fog fölrobbanni. Azt mondja, a bomba nem robbant föl. Valaki hív. Ez azért, mert... Amíg beszéltél, én... megjavítottam, és... Azt mondja, kicseréltem. Ó, ne. Ja, igen, a... hacking skills. Hackkelő képességeivel. Deaktiválta a bombát, hatástalanította. Igen, ez amit tettem. Megint átvehettük, hahaha, curse you, ott a repülsz. Helping so much, nem tudom, ez a curse you, de ezt is meg ki fogom írni. Most már csak 8 nézőink van. Következő. Hol az a izi Metaton nem akar lelépni? Nem biztos, hogy őt hívják Metatonnak, hanem a showját Metatonnak, de szerintem Metaton az maga a robot. Oh boy! Ez közel volt, ha? Hát igen. Egy kicsit közelben, hogy szerettem volna. Nem baj, öreg, azért jó volt. Jobb irányítást kellene neked adnom, ugye? Nem baj, jó ez öreg, jó csinálod. Nem volt elég idő. Nos! Metaton... Ja igen, ez a Metaton izé hibája, nem az enyém. Hát ebbe igazad lehet. Jó, mindegy, öregnek. Végre ugye van egy kis önbizalma arról, hogy az a kapcsolatban, hogy vezet minket. Szóval, hogy meg foglak védeni attól a... hát mean...
az ilyen bunkó, vagy ilyen izé robottól minden áron kb. Ilyen ide akar nonni. Ugye no matter what, nem számít mi. Mi történik. Még ha azt mondja, mivé kell változnod? Ne felejtsd el. A mag felénél túl vagyunk a mag felén, menjünk tovább. Valami mivé kéne változni a csávónak? Ez egy kicsit azért. Kicsit most ez elgondolkodhat, hogy mi van? Itt vagyunk. És ez követ minket. Ha már megint hívnak. Miért alakulna át a doki? Nézzük. Igen, kicsit csendben vagyunk. Agut! Amiatt, hogy találkozni kázgóra? Nem nagyon. Nos, nem aggódj, oké. Azt mondja, hogy nagyon szép csávó, nagyon kedves csávó. Azt mondja, hogy biztos, hogy benne beszélhetsz vele. Az emberi lelkeddel a bárieren keresztül mehetsz. Mi az a bárier? Ezt is ki fogunk keresni. Tudom, amiket nem tudok így hirtelen lefordítani, nem akarok vele szenvedni. Majd feliratozva lesznek azok a dolgok. Szóval ne aggódj, oké. Csak felejtsd el egy mosolyogni. Moksa. Te gigantikus építmény ne, ne kövesse, jó? Hoppá, fejöntebb jutottunk. Na most hova kell menni? Reselect location! Ki is tudok lépni. Left for 3, hát haladjunk fölfele, nem gondolom. Nem tudom! Gondolom, fölfele kell haladni. Ó, micsoda kis szép hely. Na, ti kik vagytok. Nézzük. Mi az a spider? Past trees. Aha. Na, tehát izéket árul. Pókokat sütve meg ilyenek. Igazi pókokból. De mit te árulsz valami faszácsán? Én befejeztem, hogy Donát az a fánk. Azt hiszem, én nem akarok többet, de a csaj ennek elég, hogy mondtam neki, hogy nem. Tovább néz rám ezzel a ijesztő módon, és nyalogatja a ajkait. És így kifolytam a pénzből. Igen, tényleg úgy van megcsinálva, mint hogyha... Elég ijesztő ez a lufnya. Na mindegy. Ó, mint előbb nem lett volna elég ebből az ugrálós izéből, gec. Mondjad, öreg! Jó, kigondolt volna, te vagy az? Nézzük! Ez olyan, mint előtte látunk. Aha, tehát ebben is van kettő puzzle. Király. Miket itt meg kell oldanunk. Szeretném mondani... De igen, nem szereti előre megmondani a puzzle megoldásokat. De segítségére ma szükségünk, csak hívjuk őt. Azt mondja, hogy van egy ötletem. Let's be friends on undernet. És akkor csak meg tudjuk bökni, meg ilyenek, hogy szükségünk van segítségre. Várj, már barátok vagyunk, igaz? Hát igen. És igen, olvastuk mindegyiket. Mindannyian olvastuk a posztjaidat. Elég vicces. Igen, minden. Azt mondja, hogy el kell jutnunk ide is. Csak nem ezen a módon. Valahogy csak el tudunk jutni a föntre. És pont oda nem kellett volna menni. Na, ez jó ment.
Hát itt sok minden nincsen, csak egy puzzle. Ó, és hány izénk van? Egy. Ó, basszus, ez hogy? Ilyenkor nem tudom, hogy mit csinálok, csak nyomogatom. Ó, király. És enter? Így van, mondjuk nagyjából kezdek rájönni, hogy működik. Királyság. És megjelent kettő kis... Te kik vagytok öreg? Te ki vagy? Aztán le fogom fordítani, szerintem most így hirtelen nem tudom, hogy mit akar mondani. Ami azt mondtam úgy az előzőleg, hogy itt az a kedvenc metatom műsor momentuma, amikor minden úgy néz ki, hogy hú de rossz lesz, aztán jó lesz végül is a végén. És itt mondja, mi amikor főző sója volt, és az a tojások nem jól don't turn out right, tehát hogy gondolom nem jól nyílt, aki a tojásokból ki akarta törni. De megnézzük megint, hogy az elején mit mondott. But, de aztán azt mondta, nem tudom, még szar vagy a sütésben, akkor is tudsz venni egy Metatom Brand Glamburgert. És megevett egyet. Mindenki imádta ezt. Ja, de hogyan ette meg ő száj nélkül? Nos, nézd a műsort. És neked mi a kedvenc Metatom? Az... Hilton, Williams. Williams, ezek azok mi vagyunk. Tehát neki meg az a kedvenc, amikor beat up ugye legyőzi. Meg leveri. Még akkor is, ha... If it's during what's supposed to be a quiz show. Ha még egy quiz show alatt csinálja, aminek mégis akkor csinálja, amikor egy quiz show-nak kéne mennie. Hogyha ezeket a fordításokat nem jó tudom, akkor nyugodtan javítsatok ki. Biztos, hogy van olyan, amit nem jól tudok. Jó, ezt jól elvasztom. Erre tudunk lemenni. Erre is tudunk menni. Erre. Jó, király. Azt tudom, hogy mit csinálok. Szerintem erre kell mennünk, ott jövünk majd vissza. Ez most komoly. Baszki. Azt a kurva. Megint valaki hív. Igen, Alfis, mi van? Igen, az, ez nincs semmi dolog, semmi az a... Aj, annyira nehéz átfordítani magyarra. Én értem, amit mond, csak olyan nehéz úgy átmondani, hogy értse mindenki. Azt mondja, hogy nincsen semmi változtatni való, meg azzal csinálni, semmit nem kell azzal csinálni, vagy változtatni, ahogy vezet minket, de... Szeretnéd-e nézni az ember show-t együtt? Néha. Ezt úgy hívják, hogy... Mau Mau Kissy Cutie. Persze, ember. Valóban! Ez jó! Ez a kedvenc műsorom. Van lent egy izé. Most valami beragadt az enterem, bocsánat. Ja nem, ő dumálgat ilyen gyorsan. Aha, igen, igen, aha. Van lent egy csaj, aki ugyanúgy ember, mi az a máma? Most nem tudom, hogy beragadta az enterem, vagy ő pofázik ilyen gyorsan. Nyomogatom, hogy hátra beragad, de nem hiszem. Nem fogom tudni lefolyni nektek, én is értettem, mert nem tudtam elolvasni. Az a lényeg, hogy kurvára szereti ezt a műsort, és pofázott róla mindent. Meg kell nézzünk, amint ezen túljutottunk. Jó. Pusztán talag, baba. Megint egy lövésünk van. Á, ennyi a fityával már. Előző tök könnyű, szórakoztok velem?
Valószínűleg amúgy igen. Na várjunk, hogy kéne? Tehát úgy kéne, hogy vagy ide a jobb fős sarokba az a kettőbe menjen, vagy ide három, de hát ha a hármat ide berakok, akkor ugye... ez hogy kéne? Ne, én nem tudom ezt, hogy kell. Ó, király! Na, ez amúgy csak szerencsé, csak nyomogatom össze-vissza, nem tudom, hogy... Pontosan ezek mit akarnának. Nem olyan, itt már nincsen lézer, meg ilyenek. Csak egy kaktusz. Azt a kurva, mi akarnál a nyöri. És most jobbra kell álljunk valahogy. Erre... Erre, ez már azért könnyebb volt jobbra eljutni. Kinyílt elvileg az ajtó. És hova jutottunk tovább? Fogalmam nincsen. De végre sikerült elmenteni. The smell of cobwebs fills the air. Mi megtölt ugye a cobwebs, úristen. Ugye megtölti a levegőt. És ennek az érzése elhatározással tölt el ki. Király. De én már 47 percet tolom, de abból az első 20 perc, az egérjük be, megyünk be. Lehet még ezt a boss fightot meg kell csinálni, mert szerintem ez az lesz. Hallottad, hogy mit mondott? Nem is érdekel. Azt mondták, hogy aki egy ember, aki ilyen csíkotott ruhát volt, erre fog jönni. Hazudtak, tesó, ne higgyél nekik. Azt mondta, hallottam, hogy utálja a pókokat. Nem. Amúgy igen, utálom a pókokat. Nem utálom a pókokat. Stomp. Ez rátaposni? Nem. Kitépni a lábaikat. Én nem szoktam... Aj, nem, már megint egy boss fight, ez már a harmadik ebbe az izébe, geci. Kezd olyan egyre jobban sűrűsödni, és ez szerintem nem jó a játéknak. Én, I heard... Aj, nem, már te lufnya, te vagy az! Aj, nem jól bánnak a pénzeikkel? Ahuhu! Azt mondja, hogy I think your taste is too refined to have. Pastries, don't you dare. Jó, ezt nem tudom pontosan mi akar jelenteni, ezt le fogom fordítani. Feliratozva ezt. A notion az érzés, vagy nem tudom, hogy van pontosan. Ugye, hogy nem ért egyet ezzel. Hogy gondolom a te ízed? Vagy ízlésed? Pontosan az, mert a következő batchnak szüksége van. Ezt nem lehet megcsinálni. Mi írom a gecibe, nem érdekel. Visszamegyünk az Assassin's Creed-ot, most nem tudok mit csinálni. Ah, oh, itt van, köszönöm! Majd venni akarok, amennyit csak lehet. Így van. Bírom ezt a csávot, jó volt, érted? Apostripi, apostrip dog. Which is in turn short for. Még tudok venni ennyit elni. Azóta nem tudok kidobálni cuccokat, pedig jó lenne. Jó,
Közi, közi a ver. Mindegy, bevásároltunk hotdogba. Köci. Most még egyszer biztos meg tudom próbálni. Remélem. Szerintem azon múlott egy csomószor egyébként. De kitartást megcsináljuk. Nem, utána mondjuk a pókokat igazából. Strugol. Strugol. Kicsit kinevet minket. Büszkinek? Minek kellettnék én büszki? Minek? Hova? Kinek? Ahogy izé, én belőlem finom sütit fogtok csinálni, kurva, azt hiszed? Az már nem fogsz belőle sütit csinálni! Struggling, amit csak tudunk. Nothing happened. Semmi nem kell elengedni, ne? Én már butta. Szeretek buta lenni, tudod, ez jó dolog. Lehetnél buta. Clap along with the music. Nem, nem történt. A lelked minden pókot boldoggá fog tenni. Tudtam, hogy a pókok ilyenek. De ez hogy került ki a kettős? Azért. Most kell kifizetni. Köszönöm szépen. Milyen bunkó vagyok, nem elfejte bemutatni minket háziállatának. Milyen ez reggeli idő. De nem a háziállatod. Ezzem kéne itt. Ez tök jó lenne, mindig kihagynák valahogy. Itt meg az a lényeg, hogy a föntire kell figyelni, nem a lentire. Nagyjából azért el tudjunk lóni, tudjátok. Vesszus. Strágolok! Nothing happened. Igen, az ember, aki figyelmeztetett, a személy, aki figyelmeztetett minket, miattad, basszus, csak sikerült. Sok pénzt ajánlott nektek, fogadjunk. Hát, tudnátok, hogy nagyjára próbálom ezt megcsinálni, basszus. De nem adom föl, nem fogom megölni a ribit. Fizessünk neki egy picit. Megcsináljuk szépen. Jó, aha, hopp, ahol a kurva, hogy beszopatott. Erről nem volt szó. Most már igen, jó, most már mondhatod, de eddig nem volt. Struggoljunk akkor most. Semmi nem történt. De nézd meg, ezt hogy védjem ki? Jézus jöjjön le, azt erőszakoljon meg. Ki? Gyere, azt erőszakoljon meg. Komolyan. Szóval hogy védeném már ki? Ugye remélem most tényleg adták a hotdogot, mert tök örülök, ha nem adtál többet, azért mászkáltam vissza. Vettem vagy nem tudom hány hotdogot, azt miért nem számolta bele? Meg fogom ölni. Szerintem. Oh, ott kettő között hogy elsuhantam, ott is hogy elsuhantam. Kurva anyád, geci. Ja, hot ketet kaptam. Az én prinzemből költökezzetek, bazd meg. Dolgozzál meg, kurva ribanc. Ja, de van hotdog, jó van, azért köszi Stankovics. Hogy hívnak vele? Sense! Elfejtettem, így van. Generációt itt ragadtak ezek a tetvek. Hát a kurva nem tud érdekelni, amúgy meg gecik vettünk be, hát meg is érdemlitek. Nem leszaladtam, hát passza meg! Nem hiszem el. Hogy tud... Ilyeneket hogy kerüljék ide, komolyan? Bazd meg, de egy gecik vagytok.
Olha, é uma viagem. Annyi neki pénz. Sikerülni fog ez, vagy össze kell jönnie pontosan jól. Basszus. Jó, hozd már izét. Mi van még? Van egy hot dogom. Mégis még 20-at ad hozzá. Akkor igen, így. Meg se érdemli te. Jó van már, még mit akartok ide? Isten, Staff Globot fölrakom, aztán valamit ad, tudszott védekezés, meg ilyeneket. Ahuhu! Hát ez tényleg buzi már, ez hogy? Ez komolyan, ez hogy? Ez nem normális. Ott kettő között akartam, hogy egy első vannék. Bocsi. Bocsi. Uhuhu. Ez az! Sikerült! Hol jön az üzenet. Azt mondják, hogy láttak téged. Mikor bántottál másokat, és sosem bántottál pókokat. Ez egy nagyon nagy félreértés. Azt hittem olyan valaki, aki utálja a pókokat. Utálom őket amúgy. Az ember, a személy, aki a lelkedért kérte a lelkedet, hogy adjuk neki. Akkor egy másik emberről beszélhetett. Bocsi mindenért. Igen, kárpótol minket. Igen, beszélhet bármikor, és nem kell kifizetni. Azt mondja, hogy kiszabadít minket és elenged játszani a tunk a állataival. Csak viccelek. Hát ez Perjunál. Ez az! Csak sikerült, ez 0-2. Ez vicces volt. Fun! Ez mi? Ez? Hogy mondják? Hogy mondják, hogy... Mókás! Majd lát minket újra, kedves. Hú, hát bazd meg, ez kemény volt. Gyorsan mentsünk el menteni. Gyorsan. Mert nem vagyok benne biztos, hogy oda megyek, akkor mentetek. Én így gyorsan ezt elmentem. Hú. Fél órája szenvedtem ezzel a nővel. Ez az. Én szerintem mit tudom ebben... Abba ezt a részt, ez lett volna, tehát az Undertale végjátszásának 6. része. Hú, basszus, mennyi boss fight volt ebben, és most nem írtam ki senkit. Nem is akartam, ezzel a nővel 40 percet szenvedtem. Tehát ez lett volna az Undertale végjátszásának 6. epizódja. Tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, az sokat segít. Találkozunk a következő videónál. És ne felejtek, hogy tisztelet és béke, na meg varázslat. Sziasztok!